Lelkes kutatók segítségével sikerült megtalálni és beazonosítani az egykori ajkai bányaigazgató, a Veszprémben elhunyt Rit Müller Ármin sírhelyét, amint most ajkai bányász szervezetek és a bányászmúlt emlékét ápoló magánszemélyek közadakozásból létrehozott síremléket avattak. Az ünnepségen megjelentek a család képviselői is. Az avató beszédet Horváth Károly, a Bódéért Hagyományőrző Egyesület elnöke, maga is egykori bányász tartotta, a veszprémi alsóvárosi temetőben egybegyűltek előtt. Elmondta, hogy Rit Müller Ármin a hazai szénbányászat kiemelkedő alakja volt. Sírját tavaly találták meg, és az utóbbi hónapokban sikerült azt helyreállítani. Ezzel párhuzamosan pályafutásának néhány addig nem ismert részletére is fény derülhetett. Rit Müller Ármin 1834-ben Németországban Baden-Württemberg tartományban született, egy 12 gyermekes család tizedik gyermekeként. Magyarországra, pontosabban Pilisszentivánra 23 éves korában érkezett, és itt is vált bányász belőle. 39 éves volt, amikor Ajkára, Csingervölgybe került, ahol egyszerű bányamunkásként kezdett dolgozni. 1908-ig dolgozott az ajkai szénbányáknál. 1881-ben már bányatiszt volt, majd 1883-tól 25 éven át a bánya vezetőjeként dolgozott különböző megnevezésekkel. Bányafelügyelő, bányagondnok, főbányagondnok, majd 1906-tól mint bányaigazgató. Haláláig 1908-ig a Veszprémi Fenyves utcában élt. Egyik fia ugyancsak bányász lett, aki annak halála után édesapja örökébe lépett. Rit Müller Ármin Ajkán legendás hírű bányavezető volt. Mivel bejárta a szakmai ranglétra minden fokát, alapos ismeretekkel rendelkezett a korabeli bányamunkákról. Személye nagy tiszteletnek örvendett a munkásai körében. Szinte atyai jó barátjunknak tekintették. Mindenben kikérték a tanácsát, még a legintimebb kérdésekben is, például a házasulandó legények párválasztásánál és egyéb vitás kérdésekben. Hosszú időn keresztül irányította egy személyben a településtől távol eső kolónia életét. Bányászati szakmai tevékenységét országosan is elismerték. 1897-ben a király a koronás magyar érdemkereszt kitüntetésben részesítette. Nevét Ajkán egy akna, valamint egy róla elnevezett csigafaj, a Héli-Rit Müller is őrzi. Rit Müller Ármin éppen 108 éve hunyt el veszprémi házában szívroham következtében. Másnap délután temették el. Tudni lehet még, hogy a temetési szertartást Horváth Dezső evangélikus lelkész tartotta. Temetésére 200 egyenruhás bányász érkezett külön vonattal Veszprémbe. Halálának körülményei ismertek voltak ugyan, de sírját sokáig nem találták. Kerekes Árpád, az ajkai bányászat múltjának lelkes kutatója sem lelte fel. Szerencsére két veszprémi helytörténész, Raffai Csilla és Gyulaváriné Lovasi Klára kitartónak bizonyult, és tavaly augusztusban rábukkant az elhanyagolt állapotú sírhelyre. Az ő munkájukat és az utódok hozzáállását is dicséri a ma felavatott síremlék, ami már tavaly szeptemberben a bányásznapon koszorút helyeztek el. A fejrészt és az emléktáblát Németh József, balatonalmádi kőfaragó segítségével állították fel az elmúlt hónapban. A helyreállításban oroszlán részt vállalt a Bódéért Hagyományőrző Egyesület, de számos magánszemély, többségükben egykori bányászok is. Mi az, ami kiemeli a többi bányaigazgató közül, vagy megkülönbözteti Rit Müller Ármint? Hát tulajdonképpen azt különbözteti meg a többitől, egyrészt a elég hosszú ideig volt itt a bányánál, mint bányaigazgató. Azon kívül azt különbözteti meg, hogy egy olyan időszakban volt ő bányaigazgató itt, amikor a bányászatnak a gyökereit kellett lerakni. Tehát gyakorlatilag itt nem volt semmi még, tehát a semmiből kellett egy bányát megindítani, abból kellett egy kollektívát, egy közösséget létrehozni, és ő ezt megtette itt Ajkán. És ő neki ez a hatalmas nagy érdeme mindenféleképpen.